471-es út kétszer-két sávosra bővítik a Debrecen és Hajdúsámson közötti szakaszt. Mester utca, befejeződött a munka, 3 hét alatt végeztek az aszfaltozással. Református fejlesztés, országos logisztikai központként működő raktár készül Ebesen. Köszöntöm Önöket, ez a Debrecen Televízió hírműsora, a napszemle május 15-e szerda van, mondjuk a legfrissebb helyi híreket. Június végéig félpályás útlezárásra kell számítaniuk az autósoknak Debrecen határában a 471-es főúton. Erre azért van szükség, mert a megyeszékhely és Hajdúsámson között kétszer-két sávosra bővítik a főutat. A reggeli és a délutáni csúcsforgalom idején jelzőőrök segítik az áthaladást a Salakos és a Madár utca között. Már dolgoznak a gépek a 471-es főúton, Debrecen határa és a Hajdúsámsoni elkerülő között kétszer-két sávos utat építenek. Elkezdődtek a közműkiváltások és az útbontások is 1200 méter hosszúságban. A munka 300 méteren a főutat is érinti, ezért ott a Hajdúsámson felé közlekedő sávot le kellett zárni. A Salakos és a Madár utca között jelzőlámpás forgalomirányítás mellett haladhatnak az autósok. A reggeli és a délutáni csúcsforgalom idején jelzőőrök segítik majd a közlekedést. Pontosan az lesz a lényege, hogy a jelzőrök meg tudják gyorsítani az áthaladást ezen a 300 méteres szakaszon, akkor, amikor esetleg feltorlódik a forgalom. Így próbáljuk meg azt kiküszöbölni, hogy ne legyenek nagy dugók ezen a területen. A kivitelező és a nemzeti infrastruktúra fejlesztő egyaránt türelmet kér az autósoktól. A félpályás útlezárás várhatóan június végéig tart majd ezen a szakaszon. Arra azonban fel kell készülniük az autósoknak, hogy nyáron több ütemben is lesznek majd forgalomelterelések, lezárások a 471-es út felújítása miatt, de a NIF ígérete szerint ezeket az iskola utáni időszakra időzítik. A 471-es főút Debrecen külterületi és a Hajdúsámsont elkerülő út közötti szakaszának teljes felújítása hazai forrásból valósul meg. A beruházás több mint 7 milliárd forintba kerül, és várhatóan 2020 harmadik negyedévében adják majd át az autósoknak. A napszemlét Kababik László tudósította. Befejeződött a Mester utca újabb 200 méteres szakaszának aszfaltozása. Az új burkolat 33 millió forintba került. Az önkormányzat idén több mint 1,5 milliárd forintot fordít az utak minőségének javítására az új Főnix terv részeként. 3 hét kellemetlenség után vadonatúj aszfalton gurulhatnak az autók a Mester utcán, ennyi idő alatt aszfaltozták újra a Borz utcától majdnem a Csemete utcáig tartó 200 méteres szakaszt. A 2500 négyzetméteres felület teljes cseréjét 33 millió forintból végezték el. A város soha nem költött még annyit utak felújítására és újak építésére, mint idén. Nagy aszfaltozási felületek cseréjére tudunk 500 milliót biztosítani ebben az évben, illetve lakosságok kezdeményezésére még egy 900 milliós összeget állított be a város a költségvetésébe. Mindezt azért, hogy a város élhetőbb, járhatóbb, az itt lakóknak a hazatérés gyorsabb legyen. Ezen kívül 100 millió forintból folyamatosan javítják a kátyús utakat is, így több mint 1,5 milliárd forintból javul a közlekedés helyzete a városban. Erre azért is szükség van, mert óriási ütemben nő a közúti forgalom. Debrecenben az elmúlt 20 évben csaknem megduplázódott a regisztrált személyautók száma. Amíg 1999-ben ez a szám 55 ezer volt, idén már meghaladta a 100 ezeret, és ebben nincsenek benne a tömegközlekedési eszközök, valamint az áthaladó forgalom. Ezért az önkormányzat az útfelújítási programban több zsúfolt csomópontban is új sávokat vagy körforgalmat alakít ki. Így javult jelentős mértékben például a Mester utca és a Pesti utca áteresztő képessége is. Az LMP véleménye szerint az összeomlás szélén vannak a legfontosabb közszolgáltatások. Erről is beszélt Keresztes László, a párt társelnöke mai sajtótájékoztatóján. Az LMP alapjaiban szervezné át a hazai közösségi közlekedést, és az évtizedek óta elavult buszparkot is fejleszteni. Az LMP szerint a Fidesz a propaganda mellett elfelejt kormányozni, így a legfontosabb közszolgáltatásokat is a szakadék szélére sodorja. Ilyen a közösségi közlekedés is. Többször beígért nemzeti buszgyártás nem valósult meg, nem készült el a nemzeti buszgyártási stratégia, ilyen módon azt nem is tudták megvalósítani, így a rendkívül kis kapacitású hazai buszgyártás azóta tulajdonképpen leépült.
Az LMP a közösségi közlekedést nemzetbiztonsági szempontból kiemelkedő jelentőségűnek tartja, és megreformálná a szektort. A párt szerint olyan közlekedési szövetségeket kellene létrehozni, ahol az önkormányzatoknak vezető szerepük van. Ezek a közlekedési szövetségek megrendelőként lépnének föl közlekedési vállalatok felé. Fontosnak tartjuk a párhuzamosságok megszüntetését, tehát a különböző közösségi közlekedési ágak összehangolását. Emellett tarifa közösséget vezetnének be, azaz egységes rendszerben egységes áron lehetne jegyet és bérletet vásárolni országszerte. A politikus szerint a pénzek helyes felhasználásával az elavult buszparkot is lehetne fejleszteni. Gyökeres változásokra van szükség, ezt mondta ma Debrecenben Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom vezetője. A politikus szerint az európai parlamenti választásnak az a tétje, hogy sikerül-e demokratikus választások útján radikális fordulatot elérni. Egész Európa és ezen belül Magyarország is rossz irányba megy, ezt mondta Torockai László a fórumon. A Mi Hazánk mozgalom vezetője szerint Európa egy gyarmatosító birodalomként működik, Magyarország pedig távolodik a korábbi uniós tagállamoktól. Látszik, hogy az Európai Unión belül van egy hatalmas szakadék, amelynek az eltüntetése nem érdeke a brüsszeli vezetésnek. Mi szeretnénk felszámolni ezt a szakadékot. Szeretnénk, hogyha Magyarországot nem használná ki Brüsszel, és szeretnénk, hogyha Magyarországon a két nagy pólus helyett lenne végre egy harmadik. Torockai László szerint a mostani választás tényleges változásokat hozhat, a Mi Hazánk mozgalom szövetségeseivel egy újszerű, hatékony megoldást képvisel, fogalmazott. Egy olyan radikális programunk van, amely nem csak Európában változtatná meg ezt a kizsákmányoló, gyarmatosító politikai rendszert, hanem Magyarországon is közbiztonsági téren, gazdasági téren, vagy például akár a bankokkal szembeni fellépés területén. Torockai László azt mondta, nem latolgatja, hány képviselőjük jut be az Európai Parlamentbe. Az a legfontosabb, hogy néhány hónap alatt a semmiből egy valódi változásokat jelentő politikai közösséget hoztak létre. A szociális és humanitárius szolgáltatás színvonala is javulhat a Magyar Református Szeretetszolgálat most induló fejlesztéseivel. Hazai és uniós források felhasználásával 650 millió forintot fordítanak 3 adománypont és 2 raktár megépítésére. Ebesen egy országos logisztikai központként működő 1000 négyzetméteres raktár készül. A Magyar Református Szeretetszolgálat legutóbb húsvét előtt tartott nagyobb adományosztó akciót. A szervezet évente több tízezer rászorulót támogat határon innen és túl. Ezt a munkát segíti az új program. 650 millió forintból 3 adománygyűjtőpontot és 2 raktárat építenek az országban. A legnagyobb beruházás Ebesen lesz. Azok az adományok, amelyek meg fognak fordulni ezekben az épületekben, ingatlanokban, azoknak a jó szándékú embereknek az adományai. Hiszem azt, hogy ők tudni fogják, hogy ez a szervezet ez el is tudja juttatni ezeket az adományokat, célba fognak érkezni. Az ünnepségen az EMMI államtitkára azt mondta, a Magyar Református Szeretetszolgálat a beruházások eredményeként még több hátrányos vagy krízis helyzetbe jutott családon tud segíteni. A program, a kormány társadalmi együttműködés, a család társadalmi szerepének megerősítése és a társadalmi összetartás erősítése célkitűzéseinek megvalósítását szolgálja a karitatív, humanitárius szervezetek együttműködésével. A miniszterelnökség államtitkára arról beszélt, hogy a szeretetszolgálat az elmúlt években kiemelt munkát végzett, például katasztrófa helyzetekben is. Ez segíti majd az is, hogy a program részeként új járműveket is vásárolhatnak. Minél modernebb eszközökkel tudják kiszolgálni az ország minden táján az embereket, rászorultakat, elesetteket, de emellett pedig az ország határán túl is segítséget tudjanak nyújtani. A szeretetszolgálatra akkor figyelünk, ha baj van, pedig a munkatársak folyamatos munkát végeznek. Erről már Fekete Károly püspök beszélt. Nem kell mindent egyszerre kiosztani, hanem meg kell várni jó időzítéssel azt a pillanatot, amikor jókor tudunk adni, és jót meg jól tudunk adni. Egy raktár erre van. A Magyar Református Szeretetszolgálat fejlesztései, köztük az Ebesi Logisztikai Központ jövő év márciusára készülnek el. 3 év letöltendő börtönbüntetést kért az ügyész annak az autónak a sofőrére, aki tavaly januárban okozott halálos közúti balesetet a 471-es számú főúton. Ittasan vezetett, és a karambolban egy ember meghalt. A férfi nem fogadta el az indítványt a debreceni járásbíróságon, és tárgyalás megtartását kérte.
Gyakorlatilag teljesen megsemmisült annak az autónak az eleje, ami tavaly januárban ütközött össze egy másik kocsival a 471-es úton. A BMW sofőrje a sebességhatárokat betartva, de ittasan vezetett a csúszós úton, amikor autója megpördült és áttért a másik sávba. A vétlen sofőr a helyszínen meghalt. Az etilalkohol koncentrációja az elsődlegesen levett vérmintában 2,02 gram per liter, míg a második vérmintában 2,06 gram per liter ezrelék volt. Vagyis a vétkes sofőr közepesen volt ittas. Ezt a vádirat ismertetése során mondta az ügyész az előkészítő tárgyaláson. A vádlottra, akiről sem képet, sem hangfelvételt nem készíthettünk, letöltendő szabadságvesztést kért, halált okozó ittas állapotban elkövetett járművezetés büntette miatt. Indítványozom, hogy a bíróság abban az esetben, ha a vádlott az előkészítő ülésen a vád tárgyává tett bűncselekmény vonatkozásában beismeri a bűnösségét és a tárgyalás jogáról lemond, a vádlottal szemben 3 év börtönbüntetést szabjon ki. A férfi azonban erről a jogáról nem mondott le, ügyvédje bizonyítási indítványt nyújtott be. A védelem szerint elengedhetetlen egy útügyi szakértői vélemény, mert az út egyenetlen és kátyus volt. Orvosműszaki vizsgálatra is szükség van, mert azt állapították meg a szakértők, hogy ha a sértett beköti magát, akkor elkerülhető lett volna a tragédia. Ő esetén, mondja a szakértő, az orvos szakértő, kormánytól származó melkasi sérüléssel nem kellett volna számolni, és ez esetben a szakvéleményben részletesen rögzített és a halálos eredményt jelentő sérülések elmaradtak volna. Az ügy első tárgyalási napja június 19-én lesz. Szekérmakett kiállítást nyitottak meg Józsán ma délután, a tárlatot magánszemélyek gyűjteményéből állították össze. A látogatók nem csak szekereket, hanem kocsikat és hintókat is láthatnak a Józsai Közösségi Házban. Megtudhatják azt is, mi a különbség ezek között. A magyar népi kultúra ikonikus járművei közül több mint 30-nak a kicsinyített mását állították ki. A gyűjteményt a paraszti világ hangulatát felidéző festmények színesítik. Mazsu János, az Önkormányzat Kulturális Bizottságának elnöke a megnyitón azt mondta, Magyarországról származik a 15. században Európa szerte elterjedt kocsi, ami így nemzetközi hírnevet is hozott Kocs településnek. A tavalyi év legjobb természetfotói láthatók mától a Debreceni Művelődési Központ belvárosi galériájában. Délutáni pihenő. Ez a címe 2018 legjobb természetfotójának, amit Nagy Bertolt készített. Látható még a tárlaton például kaszáspók különleges megvilágításban, vagy éppen villámcsapás is. 4000 alkotás közül választották ki azt a 125-öt, amit kiállítottak. A Naturárt Magyar Természetfotósok Szövetsége a természetvédelmének fontosságára is fel akarta hívni a figyelmet a meghirdetett pályázattal. A kiállítást június közepéig lehet megnézni. Eddig tartott ma a napszemle, riportjainkat keressék a dehír.hu hírportálon, illetve a Médiacentrum Debrecen mobiltelefonos alkalmazásán is. Híradóval legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!